2016-ban egy postai csomag átvétele után fogták el az akkor még 20 éves vádlottat. A rendőrök valószínűleg a gyanús eredetű rendszeresen a címére érkező csomagokat figyelték már a postán. Tudták, hogy drogokat rendel, így fogták el. Rendszeresen fogyaszt kábítószert, extázit, kokaint, marihuánát és amfetamint. A marihuána és hatóanyag a kábítószerek, illetve a pszichotróp anyagok jegyzékében szerepelnek. A kannabisz, a kokaint kábítószernek, az amfetamint pedig pszichotróp anyagnak minősülnek. A most 30 éves férfi azt vallotta, hogy 14 éves kora óta kábítószerfüggő. A drogokon kívül engedéllyel nem rendelkező potenciálnövelő gyógyszert is rendszeresen árult a vádlott. A kábítószereket és a tiltott gyógyszert az interneten külföldről, többnyire Európából rendelte. Mindezek alapján az elsőrendű vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelem büntettével. Mindjárt szeretném jelezni, hogy itt egy eljárás volt, nyilván a negyedik fordulat az első bekezdéshez tartozik, nem a hármashoz. Továbbá kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyagokkal visszaélés büntettével és kereskedéssel elkövetett egészségügyi termék hamisításának büntettével állunk. A férfi nem tett vallomást a bíróságon. Az általa korábban a rendőröknek elmondottakat most a bíró olvasta fel. Eszerint a férfi tagadja azt, hogy drogot árult, csak a fogyasztást ismeri el. Napi szinten körülbelül 2 gram füvet szívtam el, saját magam kábítószerfüggőnek tartom, így utólag, de ha akkoriban megkérdezik, akkor nem tartottam volna magam annak. Az ügyben egyelőre nem született ítélet, a következő tárgyalás májusban lesz, akkor tanúkat hallgat majd meg a bíró.